Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, dobar dán, zselim, dáme, gospoda! Szeretném megköszönni, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek erre a ma délelőtti sajtótájékoztatóra, amit a soron következő magyar nemzeti tanácsok kapcsán szerveztünk. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy augusztus 17-én Ruzsics miniszter úr november 7-ére írta ki a magyar nemzeti tanácsi választásokat. Sorrendben ez lesz a harmadik nemzeti tanácsi választás, amelyet közvetlen úton a választói névjegyzékre föliratkozott kisebbségi közösségi tagok részvételével szerveznek meg. A Magyar Nemzeti Tanács ezúton is közvetlen úton kerül megválasztásra. Azoknak van jogosultságuk a választáson való részvételre, akik föliratkoztak a választói névjegyzékre. Ezúton is szeretném fölhívni azok figyelmét, akik ezt az elmúlt években elmulasztották, hogy erre lehetőség van, és ezzel kapcsolatban mindenféle segítséget, technikai jellegű segítséget, hogyha igényelnek, akkor biztosítunk a számukra. Szeretném elmondani önöknek, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az előző két bevált választási gyakorlatot követve most is egy közösségi listán vesz részt a soron következő nemzeti tanácsi választásokon. A listának a neve, ahogy az előző két alkalommal is volt, Magyar Összefogás, Magyarska Sloga. Ez egy olyan lista, amely mögött folyamatosan föllelhető lesz a Vajdasági Magyar Szövetség erőteljes támogatása, nem csak a kampányfázisában, hanem azt követően a lista tagjainak a nemzeti tanácsban való működése tekintetében is. Szeretném elmondani önöknek, hogy csütörtökön egy nap alatt sikerült 4246 támogató aláírást összegyűjteni emögé a lista mögé. Hogyha összehasonlítjuk a 4 évvel ezelőtti számmal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy most több mint 400-an többen írták alá egy nap alatt a listát, mint 4 évvel ezelőtt. Az én számomra arról beszél, hogy arról szól, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mozgósító ereje és szervezettsége töretlen, legalább olyan erős ebben a pillanatban is, mint 4 évvel ezelőtt volt, illetve arról beszél az én számomra, hogy az emberek fontosnak tartják a Magyar Nemzeti Tanácsot. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek közel 40 fokos melegben és sorba állva biztosítottak bennünket a támogatásukról. Ugyanakkor ez a nagy szám az én számomra egyértelműen azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösségben nincsen elitváltó hangulat. Az emberek méltányolják azt az erőfeszítést és azt a teljesítményt, amit a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve az előző összetételű Magyar Nemzeti Tanács produkált. Abban érdekeltek, azt bizonyítják az én számomra ezek a számok, hogy egy olyan nemzeti tanács jöjjön létre, amely az előző években megkezdett és fölmutatott munkát tudja folytatni. Azt is bizonyítja az én számomra ez a jelentős támogatás, hogy a vajdasági magyar emberek nem keresik ennek a politikai erőnek az alternatívát. Azt gondolom, hogy az elkövetkező kampány is, és a választások is ezt fogják egyértelműsíteni és bizonyítani. A Magyar Összefogás listája az egy közösségi lista, amely reprezentatív is, és hogyha átfutnak a lista névsorán, akkor erre egyértelmű jelzéseket és bizonyítékokat látnak. Szeretném azt is elmondani, hogy a lista úgy jött létre, hogy a listán szereplő személyeket fölkértem, hogy vállaljanak szerepet
a listán, és szeretném elmondani, és ez én számomra szintén jelzésértékű, hogy nem volt senki, aki visszautasított volna. Ami az én számomra két dolgot bizonyít, egyrésztről azt, hogy az emberek, akiket fölkértem, fontosnak tartják a Magyar Nemzeti Tanácsot, másrésztről pedig elfogadják a Vajdasági Magyar Szövetséget, és együtt kívánnak vele működni. A lista, ahogy jeleztem is, részben a Vajdasági Magyar Szövetség tagjaiból áll, részben pedig nem VMS-esekből. Hogyha ezt számok nyelvére bontom le, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a listán 19-en vannak, akik a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai, és 16-an, akik nem VMS-esek. Ha az ember végigfut a listán, akkor egyértelműen látható az, hogy a párthovatartozás az nem zárja ki a szakmaiságot. Szerintem buta az az állítás, amelyiket sokan úgy fogalmaznak meg, hogy csak az a fölkészült, az a szakmailag rátermet, akinek nincs pártpolitikai kötődöttsége. Ez a lista az én számomra az bizonyítja, hogy a két dolog így nem zárja ki egymást. A lista vonatkozásában azt szeretném elmondani, hogy egy olyan listát szerettem volna összeállítani, amely egyrésztről a folytonosságot biztosítja, másrésztről pedig lehetőséget teremt arra, hogy új arcok jelenjenek meg a közéletben. Ez a számok nyelvére lefordítva úgy néz ki, hogy a mostani listán az előző MNT összetételéből 8-an vannak, és 27-en vannak olyanok, akik az előző MNT működésében, munkájában nem vettek részt. Ez nem azt jelenti, hogy azok, akik az előző MNT-ben dolgoztak, nem fontosak tovább, hanem azt jelenti, hogy új embereknek kell lehetőséget biztosítani, és azok, akik az előző MNT-ben aktívan kivették a részüket a munkából, azok a saját területükön, a saját tevékenységi körükben igenis fontosak a közösségi építkezés szempontjából. Hogyha tovább struktúráljuk, vagy nézzük ennek a listának a struktúráját, akkor azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy igyekeztünk úgy összeállítani a listát, hogy egy teljes lefedettséget biztosítsunk az egész vajdasági térség vonatkozásában. 9-en vannak, akik szabadkaiak, 7-en, akik tiszamentiek, 6-an vannak Topolya Kishegyes Nyugatbácska körzetből, 5-en vannak Bánátból, illetve 6-an vannak Újvidékről, Becskerekről, Temerinből és Szerémségből. Ez is egy szándék, mert a Magyar Nemzeti Tanács az, függetlenül attól, hogy szabadkai székhelyen működik, az egész közösségnek a Nemzeti Tanácsa kell, hogy legyen. Hogyha a listán szereplők érdeklődését és tevékenységét vesszük figyelembe, akkor ezen a 35-ös listán 9-en vannak, akik elsősorban oktatási témákkal foglalkoznak, 14-en, akik elsősorban kulturális tevékenységet fejtenek ki, 8-an vannak, akik ebbe a két csoportba nem sorolhatók, mert jogászok, olyan civil szervezetek élén vannak, amelyek se nem oktatással, se nem kultúrával foglalkoznak, illetve 2-en vannak, akik a sajtó berkeiből kerültek erre a listára. Ugyanakkor két lelkész, illetve pap is van ezen a listán, ugyanis nem tudjuk elképzelni közösségi építkezést úgy, hogy az egyházaknak a közéleti szerepét nem biztosítjuk ezen a listán keresztül is. Úgyhogy minden vonatkozásban azt gondolom, hogy ez egy tekintélyes és egy reprezentatív lista. Olyanok vannak rajta, akik nemzetileg elkötelezettek, akik mögött komoly egyéni teljesítmények vannak, és akikről nyugodt lelkiismerettel föltételezzük azt, hogy részei lesznek annak a megoldást kereső nyugodt erőnek, ami ennek a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elkövetkező 4 évben is lennie kell. A Magyar Nemzeti Tanács a mi számunkra egy érdekérvényesítő eszköz.
a közösségépítésnek, a közösségi érdekérvényesítésnek az eszköze, és ilyen szempontból azt az utat kell, hogy járja, aminek a létjogosultságáról, aminek a bizonyosságáról meg vagyunk győződve. Ez pedig nem más, mint a közösségi érdekeknek a megfogalmazása, azoknak az érdekeknek a fölmutatása, az érdekek megvalósítása mentén való partner kapcsolat építése, és nem pedig a hőbörgés és a konfliktuskeresés. Engedjék meg, hogy erre talán egy aktuális példával is szolgáljak, aminek a részleteiről szeretném, hogyha esetleg Hajnal elnök úr beszélne, mert egy több hónapos történet. Ez pedig a helységnévtábláknak a történet. Ezelőtt egy-két nappal elindult a vajdasági magyar közéletben, elsősorban itt az internetes felületeken a ketrecrázás a helységnévtáblákkal kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Tanács hónapokkal ezelőtt, egészen pontosan több mint két hónappal ezelőtt jelezte a közigazgatási és államigazgatási minisztérium irányába, hogy ez egy valós probléma, ugyanis ott, ahol útfelújítások vannak, és ahol leveszik a régi táblákat, ott gyakran megtörténik, hogy nem a többnyelvű táblák kerülnek föl, hanem hogy ezzel kapcsolatban mulasztások történnek. A partner kapcsolatépítés szempontjából is jó ez a példa, ugyanis ebben az egész erőfeszítésben és ebben a problémalátásban a minisztérium ugyanúgy látja a helyzetet, mint mi, és partner ebben a történetben. Úgyhogy szeretném ezúton is megnyugtatni minden aggódónak a lelkismeretét, hogy a táblák vissza fognak kerülni a helyükre, és nem kell a közvéleményt rombolni, nem kell az embereknek az életkedvét elvenni, abban a reményben, hogy ebből esetleg valamiféle politikai előnyöket és rétingbeli előnyöket lehet kovácsolni. Azt gondolom, hogy ez az együttműködésnek és a Nemzeti Tanács működésének az az elve, amit eddig alkalmaztunk, ami meggyőződésem szerint sikeres volt, és nem látok erre alternatívát. Ilyennek kívánjuk megteremteni és létrehozni a Magyar Nemzeti Tanácsot a választásokat követően, és meggyőződéssel állítom, hogy ezen a listán olyan személyek vannak, akik ezt a fajta közéleti szerepvállást és ezt a fajta érdekérvényesítést kívánják az elkövetkező időkben is foganatosítani. A lista átadásra került, a listát pénteken a Köztársasági Választási Bizottság ki is hirdette, és már ebben a pillanatban a kampányra készülünk. A kampány valamikor szeptember közepe táján fog indulni. Két dologra fogjuk kijegyezni. Az egyik az az elmúlt négy évben elvégzett munkának a bemutatása, a másik pedig a soron következő feladatoknak a vázolása. Mind a kettő föltétele annak, hogy kérjük és megkapjuk a választáson való részvételt, illetve azt a támogatást, amelyik lehetőséget teremt arra, hogy a Magyar Összefogás listája úgy szintén meghatározó szerepet tudjon játszani az MNT soron következő négy évben. Szeretném Hajnal elnök urat fölkérni arra, hogy beszéljen egy kicsikét az elmúlt négy évnek az eredményeiről, illetve mondjon pár gondolatot a soron következő időszak terveivel kapcsolatban. Azt elmulasztottam elmondani, illetve erre a pillanatra hagytam, hogy a Magyar Összefogás listájának a listavezetője Hajnal Jenő elnök úr, aki azt gondolom, hogy az elmúlt négy évben egy olyan teljesítményt rakott le az asztalra, aminek alapján az én számomra egyértelmű volt, hogy ennek a listának a vezetésére őt kell, hogy fölkérjem, amit meg is tettem, és öröm a számomra, hogy ő ezt a fölkérést elfogadta. Parancsolj! Köszönöm szépen, jó napot kívánok én is, és elsőként engedjék meg, hogy megköszönjem a bizalmat mindenek előtt Pásztor István elnök úrnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, a Vajdasági Magyar Szövetség testületeinek, tagságának, hogy a következő négy év lista vezetőjeként mandát, megbíztatás
reményében bizalmat szavaztak. Nagyon fontos számomra, hogy az elmúlt 4 év után egy olyan lehetőséget kaptam, amely lényegében lekerekít egy új időszakot, amely arról kell, hogy szóljon a következő 4 évben is, hogy elkezdődtek azok a folyamatok, amelyeknek a befejezése már látható és nagyon biztató. A Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt 4 évben a rendszerszerű gondolkodás, a stratégiai cselekvés és a párhuzamosságú kizárását tartotta nagyon fontos feladatának. A stratégiai cselekvés abban különbözött az előző 4 évi nemzeti tanácsi munkától, hogy a tervezések, a papírszintű átgondolások lefektetésre kerültek, nekünk pedig ebben a 4 évben átgondolva, tovább gondolva az akkori koncepciókat a cselekvés feladata várt. Cselekedni kellett minden szinten, az oktatás szintjén, az óvoda fejlesztéstől kezdve, hogy ne maradjon olyan óvoda, ahol valamilyen módon egy magyar sarok, egy játszótér felújítás ne történjen, hogy a szorványóvodák kialakítását elkezdjük, és lehetővé tegyük, hogy a gyermekek számára a választás lehetősége már az óvodától az anyanyelven való tanulás esélye minél nagyobb legyen. Folytattuk az általános iskolában azokat a programokat, amelyeket már elkezdtünk, mindenek előtt a WhatsApp programot, amely az általános iskola magyar nyelven való folytatását népszerűsítette, és soha olyan fejlesztések nem történtek a középiskolai szinten, mindenek előtt a szakiskolában, amelyek az elmúlt 4 évben megtörténtek. Nincs olyan szakiskola itt a Vajdaságban, tudjuk, hogy 37 középiskolánk van, ebből 26 szakiskola nagyon jelentős támogatást kapott, hála az anyaország támogatásának. Olyan fejlesztések, olyan szaktantermek, olyan tangazdaságok kialakítása valósult meg, amelyek, ahogy említettem, a korábbi években elképzelhetetlen volt. További fejlesztések a felsőoktatás szintjén, a felsőoktatás anyanyelvűsítése területén valamennyien tudjuk, tapasztaljuk az elmúlt években, milyen változások történtek. Zenta, Zombor után Szabadkán felújult, elkészült a képzőközpont. A képzőközponton belül olyan oktatások indultak el, amelyeket 4 évvel ezelőtt tervbe vettünk, és most látjuk, hogy ezek mind megvalósulni látszanak. Egyik legfontosabb volt a mechatronikai képzés, amely a szakfőiskolai képzésnek újabb lehetőséget adott, továbbképzési lehetőséget. Az inkluzív gyógypedagógiai képzés, amely ugyancsak a terveink között szerepel. A logopédiai képzésről örömmel számolhatok be, hogy épp szombaton volt a fölvétel, és 8-an nyertek fölvételt, hogy elinduljon a 10 lehetséges helyre a képzés. És hát ami nagyon fontos, jelentős, hogy a jövőben a mentálhigiénis képzés egy számos olyan lehetőség lesz, amely ugyancsak kiegészíti, kibővíti a felsőoktatást. De ha a felsőoktatásról beszélünk, akkor mindenek előtt az Európa Kollégium megnyitását kell kiemelnem. A nagybecskereki zárda felújításának a folyamatát, ahol egy leánykollégium kialakítására kerül sor, de befejeződtek a muzsiai fiú kollégiumnak a felújítása is. Itt Szabadkán pedig az egyik leglátványosabb felújítás most folyik a magyar tennyelvű tanítóképzőkaron. A kultúra területén számos jelentős beruházás történt, ezek közül mindenek előtt a szabadkai zsinagóga teljes körű felújítását emelném ki. A Szent Teréz Székesegyháznak jövőre várható a teljes felújítása, befejezése. De ugyanakkor nincs olyan művelődési egyesület közösség, amelynek valamilyen rendezvényét, fesztiválját ne segítettük volna, ne támogattuk volna, mert úgy gondoljuk, hogy közösséget erősítenek a legkisebb településen is. Művelődési házak felújítása, a kiemelt jelentőségű kulturális intézmények, közgyűjtemények, ugyancsak bővítése, korszerűsítése az elmúlt 4 évben rendszeresen folyt. És hát ha médiáról beszélünk, akkor mindenek előtt a Vajdasági Magyar Médiaházat kell megemlítenünk, hiszen egy ilyen beruházásról azt hiszem, hogy akkor, amikor elkezdődött a 4 évvel ezelőtt a mandátum, terben ott volt valahol valamilyen médiaház kialakítása, hogy ez megvalósul. A
mandátum végére is ilyen szinten. Én azt hiszem, hogy ez elképzelhetetlen volt. És ennek az a lényeg, hogy a legnehezebb időszakban valósult meg, amikor a média privatizációból adódóan, a helyi média privatizációból adódóan számos olyan gond probléma merült föl, amelyet ilyen formában délvidéki vajdasági szinten sikerült rendszerbe foglalni, ugyan említettem, sikerült megvalósítanunk azt, hogy a párhuzamosságokat kizárjuk, és ugyanakkor egy teljes háló födibe most már a vajdasági magyar közösségnek média igényét, és úgy gondolom, hogy a jelenlét a médiában naprakész és teljes mértékben adott, mint lehetőség. És hát ami a nyelvhasználatot illeti, azt hiszem, hogy az, hogy megjelent a magyar-szerb középszótár, hogy a szerb-magyar középszótár és hogy a magyar-szerb középszótár írása elkezdődött, és hogy egy nagy projektum indul el a magyar-szerb, illetve a szerb-magyar nagyszótárnak a megírása, és várhatóan a következő 4 évben ennek a megvalósulása is már kézzelfogható közelítésben van. Ez is arról árulkodik, hogy mi minden történt a nyelvhasználat területén is, és ahogyan az elnök úr az előbb említette, azok a közvetlen kapcsolatok, építkezések, partneri viszony teljesen ismeretlen volt a Nemzeti Tanács munkájában az előző időszakban, és a mandátum kezdetén mi sem igazán láttuk ezt a lehetőséget, de amikor a Magyar Nemzeti Tanács a Nemzeti Tanácsok koordinációt elvállalta, akkor villant fel annak az esélye, hogy nem csak a Nemzeti Tanácsokat tudtuk összefogni, hiszen soha példa nem volt arra, hogy 7 pontban a Nemzeti Tanácsokról szóló törvényt sikerült olyan formában a kormány elé terjeszteni, amelyben minden nemzeti tanács feladatot vállalt és ott állt közösen, de ugyanakkor olyan szintű párbeszéd sem valósulhatott meg a korábbi időszakban, amelyről most beszámolhatok. Azt hiszem, hogy önök is végigkövették mindazt, hogy a kormányelnökkel való kapcsolattartástól kezdve az illetékes minisztériumokon át személy szerint az államigazgatási helyi önkormányzati miniszter államtitkáraival való itteni látogatása, és mindazok a problémák az oktatáson belül, amelyek megoldásra vártak, mindig megoldásra találtak, és hát ami nagyon fontos egyebek között éppen a nyelvhasználatnak, a település nevek használatának az esetében, mi szinte naponta most, hogy az új utcanévtár készül, kapcsolatban vagyunk az illetékes minisztériummal, és hát ami nagyon fontos, ugyanakkor a koordináció szintjén és a Nemzeti Tanács nevében is írásban is jeleztük azokat a problémákat, hogy Versetszen, Nagybecskereken, Délbácskában, vagy ugyanakkor itt Északbácskában, egyebek között Szabadkán, a Bajmoki és a most a Palicsihoz vezető utakon a helység táblák magyar neve, ahol eltűnt, ezeknek a megoldására maga a miniszter tett ígéretet. Egy olyan konzultáción, amelyen jelen volt a kormányelnök asszony is, Anna Brnabić, hiszen a nemzeti tanácsokról szóló utolsó egyeztetés alkalmával egyebek között ez a téma is szerepelt a köztársasági kisebbségi tanács ülésén, ahol egyértelmű ígéretet kaptunk arra, hogy ott, ahol ezek a problémák megjelennek, időn belül állami szinten is megpróbálják rendezni. Jövőre nézve azt szeretném csak elmondani, hogy ami elkezdődött, azt folytatni szeretnénk, hiszen még egyszer megismételném, mind a rendszer szintű gondolkodás, mind a párhuzamok kikapcsolása, mind pedig egy stratégiai cselekvő munka vár ránk, amelynek a tervezés szintjén újabb mozzanat fog megjelenni, hiszen jól tudjuk, hogy Szerbiában, Magyarországon olyan új stratégiai tervek születnek, megszülettek meg, amelyekkel együtt most már szinkronba tudjuk hozni a Magyar Nemzeti Tanács stratégiai gondolkodását is a legfontosabb területeken, és hát itt szeretném kifejezni azt is, hogy amikor az ember elmondja, hogy mi mindent sikerült elérni, akkor magától értetődően, és ezt a jelenlévők nagyon jól tudják, hogy mindezt a szerbiai önkormányzati tartomány és köztársasági szintű támogatás mellett elképzelhetetlen volna a magyar kormány nagyfokú támogatásának hála, különösen a miniszterelnökség, a nemzetpolitikai államtitkárság, a Bethlen Gábor alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is olyan mértékben
tartotta fontosnak a délvidéki fejlesztéseket, hogy mindezt el tudtuk érni, és ahogyan Magyarországon a lerélt eredményekre épülve a fejlesztések folynak, ugyanúgy látja az egységesülő Kárpát-medence magyarsága, hogy ezek a fejlesztések a következő négyben is folynak. Tehát nagyon fontos, hogy a magyar összefogás listája olyan eredményeket érjen a választásokon, úgy győzzön, hogy mindazt, amit elkezdett, be is tudja fejezni, és minden, ami magyar ezen a tájon, magyar is legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék, hogyha van kérdésük, akkor állunk rendelkezésre. Spembe dalo izolite. Možemo na srpskom. Kako da ne? Onda bih zamolio da nam kratko kao siže kažete sa kojim idejama i ciljevima ova lista kreće u kampanju. Naročito ono da kažete u smislu da nema podelu mađarskoj zajednici, da Mađari ne traže alternativu, to nam treba da čujemo i na srpskom. A interesuje me da li postoji dovoljno interesovanje mađarskoj zajednici za glasanje, dakle da li čime ćete motivisati mađarsku zajednicu da izađu na izbore, s obzirom da neki podaci kažu da nedovoljno su ljudi zainteresovani da učestvuju u izborima za nacionalne savete. Učestvovat ćemo na izborima za Mađarski nacionalni savet koji je raspisan za 4. oktobar, izvinjavam se, za 4. novembar sa jednom listom koja na sebi ima kandidate i Saveza vojvođanskih Mađara i ljude koji nisu članovi same stranke. To je jedna praksa koju smo imali i za izbore u 2010. odnosno u 2014. godini, to je lista Mađar Összefogás, Mađarska sloga. Listu smo predali sa više od 4200 potpisa koje smo skupili u jednom danu. Lista je i proglašena. Želim ovom prilikom da se zahvalim i samoj našoj organizaciji koja je uložila značajan trud da skupimo taj veoma impozantan broj potpisa, a isto tako želim da se zahvalim svim onima koji su u četvrtak prošle nedelje došli i svojim potpisom podržali ovu listu. Ovaj impozantan broj za mene govori o tome da u mađarskoj zajednici ne postoji potreba, želja za promenom političke elite, jer da to postoji, onda ne bi bili u situaciji da kažemo da smo za jedan dan skupili za više od 500 potpisa više nego pre 4 godine. S druge strane, što se tiče značaja Mađarskog nacionalnog saveta, da ljudi koji su došli da potpišu podršku ne osjećaju značaj i potrebu Mađarskog nacionalnog saveta, verovatno ne bi došli da potpišu. Što se tiče predstojećeg perioda, u samoj kampanji želimo s jedne strane da predočimo šta je Mađarski nacionalni savet radio u protekle 4 godine, koji su rezultati tog rada, s druge strane da govorimo o ciljevima za predstojeći 4-godišnji period. U suštini ne želimo da menjamo osnovne postulate našeg ponašanja. A ti osnovni postulati su vezani za to da želimo da omogućimo da članovi naše zajednice ostanu Mađari na sopstvenoj zemlji, a s druge strane da to radimo u jednoj kooperaciji, u jednoj saradnji sa većinskim narodom i da radimo u kooperaciji, u konsultacijama sa lokalnim samoupravama, pokrajinskim organima i sa republičkom vladom, odnosno ministarstvima. Ubeđeni smo da takav pristup nema alternativu, ubeđeni smo da taj pristup koristi pripadnicima manjinskih zajednica i ukupnoj stabilnosti države za koju smo životno zainteresovani. I ubeđeni smo da će takav pristup imati odgovarajuće pozitivne rezultate i u predstojećem periodu. Na kampanju je jedna odgovor za najkjerdeša mođavnih
említette, nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem egy jelentését. A párhuzamok felszámolása az pontosan mire vonatkozott a Nemzeti Tanácson belül, vagy pedig nem, az anyaországgal? Nem, arra értettem, hogy a Nemzeti Tanács olyan szerepet ért el a Kárpát, olyan eredményeket mutatott fel a Kárpát-medencében, és a magyarországi kormánnyal, az illetékes minisztériumokkal való kapcsolattartásban, hogy szinte minden ellenben, hogyha valamilyen fejlesztés nemzet stratégiai fontosságú döntésben véleményt kértek, akkor a Nemzeti Tanács ebben szerepet tudott vállalni. Tehát így jött létre a nemzeti jelentőségű programok, a nemzeti jelentőségű tevékenységek, kiemelt jelentőségű programok hálózata, amelyeket a Nemzeti Tanács a saját programja révén tud megvalósítani, és hazai és magyarországi támogatásokból tud pénzt szerezni ehhez. Tehát az a korábbi gyakorlat, hogy mindenki mindenhova pályázott, és mindenki a maga módján próbált stratégiai fontosságú döntésekben fejlesztéseket végrehajtani, ezt értettem ez alatt. Tehát főleg, tehát nem a civil szervezetek pályázati lehetőségében, hanem a stratégiai nemzeti jelentőségű fejlesztésekben. Tessék! A legutóbbi választáshoz a köztársasági tartomány együttműködés kezdődött a BMW-vel és a Magyar Kisztárttal. Most nem volt ilyen szándék, hogy voltak egyébként általán tárgyalások, hogy esetek közösen ezen megválasztások. Nem voltak ilyen jellegű tárgyalások, de hogyha végigfutja a kiosztott listákat, akkor látszik a listán, hogy vannak a listán olyanok, akik vagy VMDP tagok, vagy a VMDP-hez közel álló jelöltek. Úgyhogy ilyen vonatkozásban én nem látok se feszültségeket, se pedig potenciális feszültségeket, amelyek esetleg gyöngítenék ezt a listát. És még egy kérdés elejéig visszatérve az ön által említett helységmintáblák kérdésére. Abban a tekintetben, hogy várható megoldása, ahogyan említette, esetleg mikorra, vagy kaptak-e olyan ígéretet, ami tisztelte ezt a helyzetet? Gyorsan. A Palicsi és a Szabadkai helységmintáblára. Nem csak azok, hanem az összes többi, ahol ez problémát jelent. Remélem, hogy akkor, amikor ez meg fog történni, akkor annak legalább akkora hírértéke lesz, mint annak, hogy most ebben a pillanatban nincsen. Evo gospodin Hajnac je o tome govoriti, pošto je on bio učesnik tog procesa. Prije već dva mjeseca kada smo bili na savjetu manjina, Republičkom savjetu manjina, onda smo na najvišem nivou i gospodin ministar Božić mi dao obećanje kada smo taj problem izneli, da je problem Vršcu u okolini Zrenjanina, ovdje u Subotici, onda i u Bajmuku je bilo problema, taj problem smo izneli prilikom obnove puteva, što je veoma značajno i bitno svima nama. Kada zamenili su tablu, problemi su pojavili. Ja mislim da od nas smo ne samo obećanje dali, nego automatski treba da im javimo ove probleme i do rješenja skoro je vreme će doći. Mi smo već to uradili u onim slučajima gdje onda je bilo problematično, a današnjim danom već je ranije postato, a sada smo vidjeli jer ovaj nije ovdje samo kod Palića Subotice, nego kod Bajmuka je bilo problema. Tamo je, što se tiče Hrvata, je bilo problematično. Hrvatski naziv je bio problematičan. To je što je obećano? Ne samo obećano da će rešiti. Rešili su već u Vršcu i onim u Banatu gdje su bili takvih problema. Hvala lijepo. Hvala.